Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Tadmári Péter a Kodolányi Egyetemről. A rektornak a helyettese, és mivel is foglalkozik? Tudomás és fejlesztési rektor helyettes vagyok. Azért kértem, hogy ezt ön mondja el, mert kevés ilyen van. Hát azért minden intézményben van hasonló, tehát csak itt az elnevezésemben van némi differencia. Na, én azért kicsit utána néztem legutolsó találkozásunk óta, és ahogy mondják az egyetemen, hiperaktív. Na, erről majd mindjárt beszélünk, és ennek a várható eredményeiről is. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. Nagy nap a mai, 31 esztendős Magyarország első zsidó egyeteme. A rendszerváltás után hajnalán a Lauder. Szeretettel köszöntjük a vendégeket, az alapítókat és mindenkit. Csak egy tavalyi statisztikát nézek, 90% fölött voltak a diákok, akik tovább tanultak a felsőoktatásba. Ilyen helyre kell, hogy küldjük a gyerekeinket, és ez nem a reklám helye. 5781-et írunk, Svátho 30-a. Köszöntöm, köszöntsék ön is az új hónapot, Adárt, aminek ma van Erev Adár. Ránk köszönt ma világszerte a szombat, 4 óra 44 perckor gyújtjuk meg a gyertyákat, és a szombat itt lesz velünk szombat délután 5 óra 52 percig, amikor is Love Dilben Kódes Lehol, amikor az ünnep és a hétköznapok között különbséget teszünk, és meggyújtjuk a havdalát a gyertyákkal, és egy imával búcsúztatjuk az ünnepet. A polgári időszámítás szerint február 12-ét írunk, és péntek van. Még mindig az év 6. hetébe vagyunk. Üdvözlök minden kedves nézőket, akinek utóneve Lívia vagy Lídia. Ők ünnepelnek ma. És természetesen azokat a lányokat, asszonyokat, akik az elmúlt 24 órában adtak életet utódjaiknak. Nem egyszerű dolog 9 hónapig terhesnek lenni, még kevésbé egyszerű dolog megszületni, na de életben maradni, tudják mi kell ahhoz? Akkor most megmutatom. Ez egy maszk. És mindegy, hogy már betegek voltak, vagy át vannak oltva, ezt kell használni. Szinte mindenhol. És ha nem használják, jön a rendőr, és keményen megbüntetik önöket. Ezzel megmenthetik saját és embertársaik életét. Na, lássák, hogy én milyen lács vagyok, adok egy engedményt. Ha egyedül vannak az autóba és vezetnek, akkor nem kell használni, de legyen ott, hogy amikor kiszállnak, föl tudják venni. Természetesen tartsák be a szociális távolságot is, meg amit tanultak az oviba, a higiéniai előírásokat, az is segíthet. És egyáltalán vigyázzanak magukkal, fogyasszanak sok zöldséget, gyümölcsöt, vegyék be a tablettáikat, kiegészítőiket, nagyon figyeljenek oda a folyadékháztartásukra is, és akár hiszik, akár nem, tél van, ez kiderül az időjárás jelentésből is, hisz a mai várható hőmérséklet -3-tól -10 Celsius fokig. Tehát öltözenek rétegesen, hogy legyen mit levenni, és ne fázzanak meg, ha lehet olyan cipőt vegyenek föl, amiben nem csúsznak el, hisz a kórházak most a Covid-dal vannak elfoglalva, és egy szomnyaktöréssel elmenni kórházba, kis Covid-ot összeszedni, na az embertelen dolog, úgyhogy próbáljanak egyben maradni, és figyeljenek a lábuk elé. Azt hiszem mindent, ami nagyon fontos, elmondtam. Amennyiben érdekli önöket, azért gyorsan elmondom is, ha bár most nem utazunk sehova. Az euró középárfolyama 358.19, míg az angol font 407.53. Ne felejtsék el, péntek van, érdekes műsorokkal várjuk önöket. Zsidó testvéreinknek meg azt mondom, hogy próbáljuk megtartani a szombatot egymás után kétszer, és akkor talán a messiás is eljön. A héten nem jött, még csak nem is telefonált. Eljött viszont, itt van dr. Szatmári Péter a Kodolányi Egyetemről. Szép jó reggelt kívánok! És akkor nézzük, webinárium, jelentkezés, újabb jelentkezés, betörtek a világpiacra. Ez egy abszolút business-minded egyetem. Hogy sikerül ez? Azt gondolom, hogy egy olyan egyetemről beszélünk, amelyik ugye 30 éves múlttal rendelkezik. Majdnem annyi, de Lauder azok már 31. Az első magán felsőoktatási intézmény volt Magyarországon, olyan különleges képzési kínálattal, ami lehetővé tette a hallgatóknak, hogy a karnyújtásnyira levő
tudást megszerezzék gyakorlatilag, és velünk együtt abban a közösségben, amit az egyetem teste jelent, valóra váltsuk az álmainkat. Ugye tudni kell azt, még mielőtt a webináriumról beszélnénk, hogy vannak súlyos szölöpök előttünk, hiszen február 15-éig tudnak a hallgatók jelentkezni a felsőoktatásba, és ezért pontosan fontos az, hogy minden információ a birtokukban legyen, hogy a karnyújtásnyira levő diplomát megszerezzék. Már február 12-e van. Február 12-e van, és az utolsó pillanatok vannak arra, hogy az ember döntsön, és mérlegeljen, hogy mi alapján választ intézményt. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ebben a virtuális térben, amiben most létezünk, a távolságtartásokán is legyenek olyan információk, olyan itinerek és ötletek, ami alapján akár a szülők tudják a gyerekeket segíteni, akár a gyerekek tudnak dönteni, vagy azok, akik már dolgoznak és nem gyerekek, de szeretnének, a gyerekek alatt most a 18 éveseket értettem, de esetleg már a munkaerőpiacon vannak és úgy döntenek, hogy folytatják a tanulást, őnekik is legyen lehetőség és információk arra, hogy hova jelentkeznek, hol van olyan gondoskodási szint, olyan körülmény, olyan lelkesedés és olyan türelem és olyan szeretet a hallgatót iránt, ahol érdemes tanulni, mint mondjuk a Kodolányi János Egyetemen. Készültem a beszélgetésre, és ez nem a reklám helye, de arra a következtetésre jutottam, hogy önök nem egy napközis otthon. Tehát nem csomag megőrző, hogy a gyerek jó helyen legyen, és a statisztika szerint nem csak a végzés után, hanem már a végzés közben is munkát keresnek és találnak. Mennyire jellemző ez a magyar felsőoktatásra, ahol olyan szakmákat tanítanak, amit alkalmazni is lehet? Én azt gondolom, hogy a piaci verseny most már jelentős. Látjuk azt, hogy több olyan intézmény van most már, egyre több olyan intézmény van Magyarországon, amelyik a piacra kerül, kvázi modellváltó lesz. Tehát egyre inkább kell alkalmazkodni ahhoz az igényrendszerhez, amit a hallgató egyébként elvár, amikor bejön a rendszerbe. Egyrészt, ami nagyon fontos szerintem, túl azon, hogy egy 18 éves nem biztos, hogy tudja már, hogy mit szeretne 3-4-5 év múlva csinálni, hogy már az elején, amikor belép a rendszerbe, legyen egy olyan orientációs pont, fogja meg valaki a kezét és vigye végig a képzés során, ami után biztosan el tud helyezkedni a munkaerőpiacon, illetve hogyha konkrétan azért kiemelem a Kodolányi János Egyetemet, az látszik, hogy nálunk van egy egészen speciális képzési modell, amit tekintetünk kooperatív, együttműködő képzési modellnek, amikor az a lényege, hogy a szorgalmi időszaknak legalább 3 hete eltér a hagyományos tantermi foglalkozásoktól, és ott valami olyasmit tanulhatnak a hallgatók, és olyan információkhoz, olyan skillekhez, olyan képességekhez juthatnak, ami szinte biztosan segíti őket abban, hogy egyrészt magabiztosabbak legyenek, jól érezzik magukat a bőrükben, és nagyjából tudják azt is, hogy mit szeretnének megvalósítani. Azt hiszem, hogy önnek kéne föltennie először, és én föl is teszem a kérdést, hogy ez az egyetemi struktúraváltás mennyiben segíti elő, hogy az egyetemek, elnézést a hülye angolságért, business-minded-ed legyenek, hogy a diplomájukra örömmel fogadják őket, és egyből alkalmazni tudják. Én azt gondolom, hogy ebben a mi tapasztalatunk az egyedi, akár a Kodolányi Ágyos Egyetem, és most, hogyha a menedzsmentet nézem, azt gondolom, hogy mivel a kezdetek óta így működik az intézmény, most látszik az, hogy egyrészt számítanak is az ötleteinkre, tapasztalatainkra, tehát van tekintélyünk és van egyfajta vezető szerepünk ebben a mozgásban. Másrészt az is látszik, hogy az a felelősség tudat kell, hogy megjelenne egyébként ebben az új modellváltó struktúrában, és ami nálunk megvan, hogy az a hallgató, aki bekerül, ténylegesen a diplomájával kezdeni szeretne valamit. Tehát azon túl, hogy a tudományos keretet, azt a fajta intellektuális közösségi keretet megkapja, ezen kívül szeretne nagyon praktikus tudást szerezni, tehát szeretne eljutni a munkaerőpiacra, vagy ha másképp fogalmazom, szerezni azt, hogy az eredendően megálmodott céljait együtt valóra váltsa vele az egyetem, és kijusson ténylegesen oda, ahova ugye az álma és a céljai meghatározzák ezt. Ebben kell segíteni az intézménynek mindenféleképpen. Ez az új struktúra tulajdonképpen azt is fogja hozni, hogy nem kell 5 helyen legyen valaki óraadó tanár, elég lesz neki 1 helyen, és egy jobb minőséget, nem középszerű anyagot fog leadni, és a diákok is talán felkészültebbek lesznek? Hát nyilvánvalóan ez egy nagyon bonyolult mátrix, de ez benne van természetesen ebben a modellváltó struktúra lehetőségben, hogy egyrészt a finanszírozási modell is változik. Nagyobb lesz az intézmény felelőssége a fenntartás tekintetében, sokkal jobban kell figyelni arra, hogy a hallgatónak milyen érdekei vannak, és természetesen, hogyha másik oldalt nézzük, ugye a oktatói vagy a fenntartói adminisztratív pult vagy szerkezetet, ott is sokkal inkább ez az üzletszerű
szemléletnek kell érvényesülni. Egyrészt legyen egy előrehaladási rendszer arra vonatkozólag, hogy az oktató X időn belül hova szeretne eljutni, és természetesen a pedagógikum, mert nagyon fontos, hogy a felsőoktatásban ennek meg kell jelennie, a hallgatóval való törődés foglalkozás legalább olyan súllyal szerepeljen, és természetesen ugye a végeredménynél lehet akkor mérlegelni, hogy ki hogyan teljesített. Ettől még az akadémiának az önállósága megmarad? Én azt gondolom, azért, hogy ez, mert alapítványá alakulnak át, az nem befolyásolja. Én azt gondolom, hogy pont ez a finom hangolás zajlik most, és ez egy nagyon lényeges elem, és ebben tudunk szerintem nagyon jó mankókat adni, akár mi, mint intézmény a többi struktúrának, hogy hogyan lehet észszerűen kialakítani a fenntartó, az akadémiai testületek közötti viszonyt úgy, hogy ténylegesen működőképes legyen a rendszer, és ne legyen sok vezető, legyen egy meghatározott, jól karakterű, egy olyan karakterű vezetője az intézménynek, ami kifelé és befelé is képes képviselni a legfontosabb értékeket. Így nem szenved a tudomány, tehát nem lehet, hogy egyre több egyetemi vezetőt látunk majd, aki a piacról jön, és nem világhírű professzorok fogják az egyetemet vezetni, hanem rátermett üzletemberek, akik azért a tudomány területén is otthon vannak? Én azt gondolom, hogy egy észszerű kombinációja kell, hogy legyen ennek, mert hogy a rektori feladatkör az egy komplex feladatkör. Tehát nem elég tudományosan ambiciózusnak és tekintélyesnek lenni, hanem képesnek kell lenni egy szervezetet, egy nagyon összetett szervezetet működtetni, és ez vezetői képességeket kíván. Tehát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos szempont, hogy túl azon, hogy valaki világhírű tudós, nem biztos, hogy egy ilyen szervezet működtetésére alkalmas. A kettőnek valamilyen formában együtt kell mozogni. Ez is egy fontos keret valójában, hogy hogyan lehet úgy meghatározni a rektor személyének a kereteit, hogy az működőképes legyen. Böngésztem a silabuszai között, és arra jöttem rá, hogy olyan tudományokat tanítanak, amik piacképesek. Mikor jöttek erre rá, hogy nem elvont dolgokat, hanem olyat, amire szükség van, és amire vevők utána az ember? Ugye ez is nyilvánvalóan összetettem, mert vannak olyan területei a képzéseinknek, ami a tudomány felé tolja, nyilvánvalóan a hallgatót is, és a benne mozgó kollégákat is, de nekünk ugye már eredendően, mint alkalmazott tudományok egyetem és korábban, mint főiskola, az volt a küldetésünk, és az volt a feladatunk, és ez volt a leglényegesebb, hogy szolgáltassunk a hallgatónak. A szolgáltatás minőségét úgy próbáljuk meg meghatározni, hogy az mind a két félnek kedvező legyen, tehát a bent levő hallgatójállamnak és oktatójállamnak, illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy gyakorlatilag heti-havi monitoringozásban vagyunk a piac kapcsán, hogy ténylegesen a piac, a cégek, a KKV-k, az állami szektor mit szeretne egyáltalán, milyen típusú munkaerőre vágyik, hogyan és miképpen tudjuk úgy folyamatosan formálni a képzéseinket, hogy ez a hallgató számára, illetve a tulajdonképpen a piac számára is kedvező legyen. Tehát nem a semmibe képzünk, és ráadásul ugye az is fontos volt, hogy nálunk a hallgatók markáns része most is fizet a képzésért, tehát elvárja tőlünk akár nappalin levelezőn, távoktatásos formában tanul, vagy akár szakirányú továbbképzésen, hogy ezért a tulajdonképpen, most ezt nagyon brutálisan fogom mondani, a befizetett pénzért minőségi szolgáltatást kapjon. Na itt akkor viszont meg kell állnunk egy pillanatra, mert mi van egy 10 gyerekes családdal, aki valahol fönn az északi középhegységben látta meg a napvilágot, de a szülei inkább nem fognak dohányozni, de szeretnék, hogy a gyerek bejusson egy ilyen egyetemre. A dohányzásról való leszokás azért nem elegendő azt a tandíjat kifizetni. Én azt gondolom, hogy itt is vannak nagyon, nagyon észszerű és okos megoldások. Most például ezen dolgozunk, és már vannak élő példáink is. Nyilvánvaló itt a reklám előzésé mellett mondanám, hogy úgynevezett vállalati kooperatív képzéseket állítottunk elő, készítettünk, szerveztünk meg, aminek az a lényege, hogy a hallgató a belépés után olyan ösztöndíj rendszerben részesül, ami nyilvánvalóan részben az új lehetséges munkáltatójától érkezik, viszont biztosítékot ad arra, hogy stabilan és nyugodtan el tudja végezni úgy az intézményt, hogyha jól tanul, hogy ezért tulajdonképpen a képzési díját azt megtérítik. Vagy tehát, hogyha egy 10 gyerekes zsidó vagy cigány családban láttam meg a napvilágot, és sokan vagyunk tesók,
és papa, mama azért nem keres sokat, meg lehet, hogy nagyon keveset, az nem jelenti azt, hogy én ne jussak be egy olyan felső... Így van, egyrészt nem jelenti azt, másrészt én azt gondolom, hogy a tanulmányi eredmény mindig a legfontosabb. Tehát ugye az egyetem az egy különleges világ. Én mindig mondom, hogy azért nagyon nagy különbség van a középiskola és az egyetem között, és szerintem amikor a gyerekek választanak, a leendő hallgatók választanak, az is egy nagyon fontos szempont, hogy tulajdonképpen 18 éves korában az ember felnőtté válik, és az egyetem egy nagyon szabad keret. Viszont vannak nagyon súlyos mérföldkövek, és hogyha közben nincsenek megfelelő mentorok, ami mondjuk a Kodolányi János Egyetemen működik, hogy a belépés után... Csak vigyázzon a mancsetagomjára, mert a nézők ezt bombának kezdik a fülükbe. Hogy óvatosabb leszek természetesen. Ezt ugye a keze alá teszi, és akkor... És ez nem a reklám helye, így van. Hogy amikor a hallgató belép, akkor nagyon fontos, hogy ezzel a szabadsággal okosan tudjon bánni, és ezért lényeges az, hogy milyen típusú keretben, közösségben van, ki segíti őt a tanulmányai alatt, ott hagyják a sarokban, és hagyják szabadon dönteni, és esetleg szétcsúszik a tanulmányaival, vagy közben folyamatosan van egyfajta jó értelembe vett segítő kéz. Egy mentorálás. Szerintem a mentorálás kulcskérdés, és most ebben a pandémiás időszakban, a távoktatási struktúrában, gyakorlatilag, amikor virtuális térben zajlik az oktatás, halmozottan lényeges az, hogy hogyan tudjuk segíteni egyénileg is a hallgatókat, és ez nálunk a Kodolányi János Egyetemen megvan. Ha az ember nézi az ön honlapját, a CV-jét, akkor látszik, hogy ön egy megrögzött úton megy, és vannak hobbiai, felnőtt oktatás. Hogy sikerül a múltját ezen az új helyen, már nem is olyan új hely, alkalmazni. Ez mindig újból és újból előjön bennem, mert következő vendégem majd Jeneiné Rubovszky Csilla, ő is az idős korosztállyal foglalkozik, a szociális innovációval. Ön viszont, mint egy gyógytornász, az idősebb korosztálynak az agysejteit szereti tornáztatni, karban tartani, léten tartani. Hogy lehet ezt a Kodolányi esetében? Ugye ezt egy kicsit ilyen holisztikusabban közelíteném meg, egyrészt ugye nagyjából a 27 éve vagyok a felsőoktatásban, és az látszik, hogy ez egy nagyon széles keret, és tulajdonképpen a szenior oktatás az most már túlmutat azon, hogy általunk szépkorúnak tekintettek, tanulnak, és esetleg az agysejtjeiket erősítik. Én azt látom, hogy én most már 30 és 40 pluszos programokat érzékelek, mert hogy nagyon sokan ezt tekintik egy olyan, nem csak hogy szabadidős tevékenységnek, egy olyan relaxációs mechanizmusnak, ami alapján életben tudják tartani nem csak az agysejtjeiket, hanem az aktivitásukat is. Tehát én azt gondolom, hogy azért ilyen széles a tulajdonképpen a szabad egyetemi, a szakirányú továbbképzéses, különböző nonformális képzési portfóliója az egyetemnek. Ez lehet, hogy egy újabb karrierben is elősegíti őket, comeback. Leéltek 30 évet egy munkahelyen, és szeretnének haladni a korral, beiratkoznak, és lehet, hogy ez megnyit egy új pályát? Én azt gondolom, hogy ez a leglényegesebb, hogy általában ugye a munkaerőpiacon van egy ilyen elvárás, hogy állandóan képezzük magunkat, de hogyha ez egy önálló felismerés, és megvan az intézményi keret, ahol ez az álom valóra váltás folyamatosan megvan, és mondjuk ezeket az új igényeket meg tudja valósítani, akkor érdemes erre figyelni. És tulajdonképpen ez a webinárium, amit az elején beszéltünk, az is ezt a célt szolgálhatja, mert ugye közösen a Pécsi Egyetemmel találtunk ki egy olyan programsorozatot, ami szerintem a végtelenbe vesz minket. Ez alapvetően a nemzetközi térrel foglalkozik. Térségeket, régiókat vizsgálunk online formában, egy órás webináriók formájában. Kitaláltuk ennek a nagyon feszes, nagyon merev struktúráját, részben azért is, hogy követhető legyen. Ugye a következő mondjuk így workshopunk február 23-án lesz. Eurázsia, Oroszország nagyhatalmi ambícióiról fog szólni, kiváló előadókkal. És ráadásul ugye itt az időbeosztás az érdekes, hogy 3 előadó van, mindenki 10 percet beszél, összesen egy óra az egész, 60 perc, és vitára is van lehetőség. Tehát pont egy olyan csomag. Hogy lehet erre csatlakozni, erre a webináriumra? Ez egy étvágygerjesztő. Ez egy nyilvánosan meghirdetett fórum lesz, ugye a Facebook felület, most a reklámja. A közösségi. A social médiában meghirdetett felületem. Nézzük meg a lehetőségét, hogy csatlakozni tudjunk erre. Annál is inkább, mert én látom, hogy van önben ott hátul a fejében egy ilyen társadalmi felelősségvállalás. Mennyire vevők erre a többi egyetemek, átalakult vagy átalakulás előtt lévő egyetemek?
Én azt gondolom, hogy ez a tanulási folyamat, ez most zajlik. Én fontos tényleg elmondani azt, hogy működnek már olyan platformok, olyan szervezeti keretek, mondjuk a rektori konferencián belül van egy magántagozat, aminek pont ugye az elnöki tisztségét a Kodolányi János Egyetem rektora, Szabó Péter rektor úr tölti be, ahol lehetőség van arra, hogy azokat a jó gyakorlatokat, amiket mi tényleg sokszor bukdácsolva, de felemelt fejjel végig tudtunk csinálni, és igazoltuk azt, hogy egy magánintézmény 30 éven keresztül képes nyereségesen, prosperálva működni, úgyhogy most is egy felszállóágban levő intézményről beszélünk, nagyszerű tervekkel, egy nemzetközi térben is elismert intézményé kívánunk várni, és nem csak a Kárpát-medencében, hogy ezt a jó gyakorlatot akár a társadalmi felelősségvállalás tekintetében át tudjuk adni. Ha mondjuk én most egy másik egyetem rektora lennék, akkor megkérdezném, na jó, de lesznek az önök végzettjéből matematikai kutatók, vagy vegyészkutatók, vagy gyógyszerészek, vagy esetleg orvosok? Én azt gondolom, hogy pont ezért különleges az a közeg, mondjuk, amit egy ilyen magánintézmény tud kínálni és tud adni, hogy mindenfajta képességmodell érvényesülhet. Hát, hogyha egy intézményen belül van felsőfokú szakképzés, van alapszak, van mesterszak, és ambiciózus terveket dédelgetünk arra vonatkozólag, hogy valamikor doktori iskolánk is legyen, akkor el tudjuk indítani a hallgatókat a legkülönbözőbb, akár gazdasági, akár bölcsész, akár társadalmi területen, tudományi területen a kutatás irányába is. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Nagyon érdekes, amit mondott. Kedves nézőim, nagymamák, nagypapák, gyorsan fölhívni az unokát. Ha jól tudom, akkor 12-e van, és a felsőoktatási intézményekben 15-ig lehet jelentkezni. Nem maradtak még le semmiről, hisz a felsőoktatási intézményekben lesz majd keresztfél év is, de jobb, hogyha a diák, amikor kikerül a középiskolából, és már az agya működik, és tudja, hogy kell tanulni, akkor nem tartunk nagy szüneteket, hanem tovább megyünk. És most következik Jeneiné dr. Rogowski Csilla, Budapest belvárosának alpolgármestere, akitől megtudjuk, hogy mi történik az idősebb korosztállyal, és mennyire tudják ők megállni a helyüket, mennyire tudják az okos eszközöket használni, és mennyire lesz szép a napjuk, hogyha boldogan élik a napjaikat. Ezeket a kérdéseket is még sok egyebet fogok föltenni vendégünknek. Önnek köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Előzetesek, és már is jövünk vissza.